vendégek elleni mérkőzésről, ugye említettem. Király Gábor, Nikolics Nemanja, Priskin Tamás és Pintér Ádám voltak a vendégei szerda délután a Buzánszki Jenő sportterasznak tusványosan, amely szűkösnek bizonyult a hatalmas érdeklődés miatt. A labdarúgók a 2016-os foci EB-n szerzett élményeikről beszéltek. Szerintem mindannyiunknak egy óriási élmény volt, mint szurkolóknak, mint a magyar nemzetnek, mint a játékosoknak. Mi a pályán azt gondolom, hogy mi feladatot láttunk el, mi dolgoztunk, és az, hogy most ez hogy sikerül, azt nem tudtuk, de azt tudtuk, hogy a maximumot akarjuk kihozni belőle. Nikolics Nemanja a panelbeszélgetést megelőzően exkluzív interjút adott a Pannoner TV stábjának, amiben elmondta, hogy tavaly közel állt ahhoz, hogy a TSC-be igazoljon, de végül nem jött össze. A nemrégiben visszavonult játékos ettől függetlenül nagyon szurkol a topolyai klubnak, hogy sikeresen szerepeljen a nemzetközi porondon. Nagyon komoly beszélgetés volt én meg a Zsemberi János között, igazából majdnem mindenben meg is egyeztünk, igazából sajnos az üzlet nem jött össze, de ilyen az élet, annak meg örülök, hogy a csapat, a TSC nagyon jó szerepelt ebbe az év, vagy előző szezonban, elérte azokat a célokat, ami a János beszéd is, és ami a cél is volt, úgyhogy nagyon szurkolok nekik, hogy most selejtezőkbe is egy szép eredményt érjenek el. Nikolics Nemanja a gazdag pályafutása alatt Magyarországon, Lengyelországban és az Amerikai Egyesült Államokban is gólkirály címet ünnepelhetett, most pedig családjának szenteli idejét.